Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, mindenkit, aki az Echo Televízióban a Vitalitás, magyarul Életerő című műsornak a nézője. Mindenki, aki Kárpát-hazán belül, Kárpát-hazán kívül van, egyre jobban fordul a természetes gyógymódok felé, a fizioterápia felé, a fitoterápia felé, a bölcs dietetika felé, a belső elcsöndesedés felé, szóval megvan a helye a gyógyszereknek is, de valahogy a természetes élet és gyógymódok, mint eső után a gomba, megint kezdik úgy kihúzni magukat. És ez nagyon jó, mert mióta ember él a Földön, fizioterápia, fitoterápia, egészséges táplálkozás, elcsöndesedés volt, van és lesz, a kemikáliák pedig úgy változnak, hogy máma még igaz volt, holnap meg vele tudja, hogy mi lesz velük. No, ennyi bevezető után még egy nagyon jó hírt mondok. Hát megvolt, kérem szépen, az Arany Menta Balzsam közönség találkozója, és valami olyan ihaj-csuhaj jó hangulat volt ott, én magam is végig ott voltam az első percektől kezdve, rendkívül jól éreztük magunkat, fölszabadultan, jókedvűen. Nem azt mondom, hogy a tinédzser korosztály volt ott, hanem az a korosztály volt ott, aki azt kérte, hogy egy kicsit fogjuk meg a kezüket, és valahogy segítsünk az élet útvesztőjébe, amelyik bizonyos koron túl már nehezedik. No, ennyi bevezető után köszöntöm Rácz Évát, fejlesztő mérnököt, kezét csókolom. Ütletlen. Az igazgatót, Hegyi Józsefet és Kovács Irénkét, akinek saját tapasztalatai vannak. Kedves mérnöknő, talán annyit mondanék, ez már korábbi adásban is elmondtam, hogy ön szülész, vagy bábaasszony, vagy gyerekkihordó, vagy én már nem is tudom, hogy hogy mondjam, de ez a második jó sikerű gyereke. Ez így van, jól mondja a tanár úr. Mi ez az aranymenta balzsam? Ez az aranymenta balzsam, hát ez egy nagyon különleges balzsam. Ez az ősi tudás és a modern tudomány találkozása. Ennek egy nagyon különleges összetevője van, amely mellett még megtalálható 17 gyógynövény, valamint selvaj és olívaolaj. A különleges összetevője az pedig maga az aranykivonat. Tehát ennek köszönheti azt a csodálatos hatását, amit már megtapasztaltak annyian, tehát magán a közönség találkozón is. Az az érdekes, hogy mint ilyet természetgyógyász, meg egyéb egyetemi végzettségekkel megáldott személy, de borzasztó kíváncsi vagyok. Én szeretem a függönyt elhúzni, hogy mi van a függöny mögött. Utána néztem az aranynak. Na most kevés nemes fémnek van akkora szakmai irodalma, mint az aranynak. És az az érdekes, hogy az aranyt a makroformától, például a fogászati implantátumoktól, vagy fogászati koronáktól kezdve, a mikroformákig, a nanoformákig, hihetetlen sok formákban vesszük magunkhoz. De azt vesszük, hogy az arany étkészletek, vagy az arany eszközök tulajdonképpen a legnemesebb fémként naponta ott vannak a test közelben, és ennek nem csak spirituális, hanem mikrobiológiai és egyéb értéke is van, akkor az arany igenis, hogy kiemelkedik a többi fém közül. Miért 24 karátos kolloid arany az a vezér anyag ebben a 17 gyógynövényben, amit bele tetszett tenni a rendszerbe? Hát ez azért, mert ugye a legtisztább arany maga 24 karátos arany. És tehát a legtisztább aranyat használtuk, ugyanis ennek a legerősebb a gyógyító hatása. Tehát az arany képes arra, hogy megsokszorozza a többi gyógynövény hatását. És el tudja szállítani a gyógynövényeket a testben oda, azokhoz a sejtekhez, ahol a legnagyobb szükség van rá.
aranybányát nyitottak? Honnan van az arany, ha nem titok? Hát ez egy speciális formula, tehát igen. Ez az aranykivonat, ez az aranykolloid, és ezt hát egy megbízható forrásból szereztük be. Jó van, értem. Jó, tehát forrás megbízható. Így van. Jó, értem. Majd rátérünk a komolyabb fitoterápiás részekre, amikor a vezérnövényekről beszélünk, de kedves igazgató úr, igen. Mit tapasztalt a közönség találkozón? Ahogy a tanár is elmondta a bevezetőjében, egy fantasztikus hangulatú közönség találkozó volt, és hát volt olyan, aki már hajnalba fölkelt azért, hogy ott lehessen és velünk lehessen. Hát ennek megvan azért a maga feelingje, amikor ott szemtől szembe találkozunk emberekkel, és tudunk ott nekik segíteni, személyesen tudunk válaszolni a kérdéseikre, hogy a tanár is ott volt, és egy ilyen nagyon családias hangulatú összejövetel volt. Emberközeli. Teljesen emberközeli volt, igen. Úgyhogy nagyon sok embernek tudtunk ott segíteni, és azt láttam, hogy elégedettek voltak, és elégedetten távoztak tapasztalatokkal, és hát aranyment a balzsamokkal felszerelkezve. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Nagyon élveztük a személyes kontaktust. Én rákérdeztem, hogy nagyon sokan jöttek személyen, ugye hát tudjuk mindannyian, meg hölgyem és uraim, önök is, akik ott voltak, volt az úgynevezett fülbegyónás. A közönség találkozókon mindig van olyan, hogy hölgyem és uraim, kinek milyen gondja, baja van. Volt olyan, aki föltette a kezét, országvilág előtt elmondta, hát tetszik tudni nekem, itt fáj, ott fáj, ez meg az a bajom. Volt olyan, aki odajött, azt mondja, hogy hát szeretnék négy szem közt, ami természetesen, úgyhogy szépen sorba került mindenki, és úgy érzem, hogy kivétel nélkül mindenki boldogan, megelégedetten távozott. Egy hónap, két hónap, mikor csinálunk megint közönség találkozót? Szerintem a következő hónapban. Jó, csináljunk egy olyat. Igen, valószínű, hogy már sokan vágyják, mert aki nem tudott eljönni, az most szerintem el fog tudni, vagy úgy tervez. Én körkérdést is csináltam, mert az ország minden csücskéből jöttek. Igen. Voltak, akik reggel 2-kor, 3-kor keltek föl, hogy a vonattal föl tudjanak érni. Ott voltak késő estig, ameddig tartott az egész dolog, úgyhogy nagyon jól sikerült. Kedves Kovács Irénke, olyan mosolygóan ül itt. Igen, most már mosolygok. Mosoly van ebbe az aranymenta balzsamban? Hát, tanár úr, ebben minden van. Ne mondja már, közel, mi minden? Közel 20 éve, hát ez egy univerzális balzsam, aranymenta balzsam, közel 20 éve viszeres alában. És hát estére annyira duplájára dagad, annyira fáj, annyira fáradtnak érzem magam. Kiduzzadnak az erek, sőt, begörcsöl éjszaka, nem tudok aludni. Mióta rátaláltam az aranymenta balzsamra, hát hihetetlen, amilyen csodát tett a lábammal, sőt, a vérnyomásom is csökkent. Hány a szendős? Stabilizálódott. Tessék? Hány a szendős? 69 éves vagyok. Szóval gyerek hozzám képest. Igen. Nem ám, hogy itt egy ilyen fiatal lánynak rossz legyen a lábacskája. Igen, igen, közel 20 éve, és most nem tudok eleget hálálkodni Rácz Éva mérnöknőnek. Na, ezért akkor... a zseniális találmányért. Értem én. Na most én, tudja, én kötözködő vagyok. Pláne nyílt színen. 20 évig. Igen. Mit csináltak, vagy mit nem csináltak az ön lábával, hogy 20 évvel a baj megállapítás után is ugyanolyan, vagy még rosszabb állapotban volt. Hát sajnos. Ezt erre adjon már magyarázatot. Hát gondolom nem otthon ült a négy szoba sarkában, nem járt orvostól sajnos orvosig. Sajnos 20 évig rengeteg orvosnál voltam. És amennyi krémet kipróbáltam, az nem emberi. De nem használt, sőt, ellenkezőleg. Addig még erre rá nem találtam. És most állíthatom, hogy a lábam nem fáj, nincs kiduzzadva,
az erek nincsenek kiduzzadva, és az éjszakát végig alszom. Hát ez hihetetlen, amilyen csodát művelt velem ez a balzsam. Keni vagy masszírozza? Bekenem, és masszírozom utána. Igen, hogy sőt, fölfele a szépen, körkörösen? Igen, egész föl. A szív felett? Szív felett, igen. Ott a meddig comtőig masszírozza? Comtőig masszírozom, aztán itt is bemasszírozom a vállamat, a kezemet. Sőt, mondom, hogy a vérnyomásom azóta csökkent, bekentem itt is a fülemet, a tarkómat. Mindenütt, ez univerzális, és tiszta, ami a legfontosabb, hogy tiszta vegyél, vagyis tiszta füvekből, úgyhogy gyógyfüvekből. No. Ez csoda. Megenged egy kereszt kérdést? Tessék. Hány órakor kenegeti magát? Reggel, ahogy fölkelek, igen, akkor bekenem, aztán este, lefekvés előtt. Mikor ken többet, reggel vagy este? Reggel inkább, mert akkor vagyok talpon, akkor járkálok, akkor végzem a dolgomat, és este kevesebbet. De van úgy, hogy napközben is valamikor bekenem. Értem. De az nem minden nap. Hát nem oda lukadtunk, hát, ahova szerettem volna. Igen? Hát hölgyeim és uraim, ország világ előtt tudott dolog, hogy én magamról időnként elmondok ezt-azt, emezt-amazt. Hát csak elmondom. Hogy könnyebbüljek. Szóval, amikor az ember felelősségteljes nem munkát végez, hanem szolgálatot lát el, az bizony az idegeket elég rendesen koptatja. Selye János volt, aki először a stressz elméletet ezt leírta. Mai napig is Selye professzorféle elmélet, az egész pszichoneurológia alapja. Hát Jungot és Freudot is beleértve. Valamikor nagyon fáradtan megyek haza, és nem jön álom a szememre. Őrlődök, jól csináltam, rosszul csináltam, mit kellett volna, így, úgy, emígy, amúgy. És múltkor mérnöknőtől hallottam, hogy van, aki azt mondja, hogy jobban alszik. Na mondom, nagyon, hogy is van, hogy jobban alszik. Na, Évike, tessék már mondani, hogy mit kell csinálni, szagógatni, vagy mit? Szóval nem, tanár úr, nem, talpot, lábszárat, combot, mellkast, jó, bekenni, bemasszírozni, aztán várja, hogy mi történik. Hát kérem, hát mint akit fejbe vertek baltával. Volt úgy, hogy reggel automatikusan ébredek mindig egy korai időben, hát bizony volt, hogy tovább aludtam. Hát én ma elmondom itt országvilág előtt, én minden este bekenem a talpamat, várlimat, combomat, mellkasomat, szóval szépen nyugodtan, csöndesen alszom, hogy ihaj, csuhaj, nem beszél, hogy kitűnő bőrtápláló. Mérnöknő, ebből a 17 gyógynövényből szólítsunk meg már néhányat néven, jó? Jó. Hát elsőként, amit megneveznék, az a citronfű, valamint a levendula, emellett a kubebabors és a citromolaj. Ezek a lélekre ható. Igen, rész. Ezek hatnak a lélekre. Egyébként nem csak a lélekre, hanem a testre is hatnak, mert ugye a levendula az bőrnyugtató hatású, kihat az ízületekre is, tehát lenyugtatja az ízületeket. Akkor a kubebaborsnak is van egy tehát bőrápoló hatása, ekcémára használták régen, ekcéma kezelésére, de ugyanúgy a citromolaj is, tehát a citromolajnak van egy fertőtlenítő hatása, baktériumölő hatása. Tehát hat testre is, lélekre is, de én igazából a lélekre ható szerepét szántam. Tehát egy vegetatív, igen, idegrendszer, szimpatikus, paraszimpatikus kiegyensúlyozását, igen, segíti elő, azt a szimpatikus tóniás túlsúlyt egy picikét helyére tesz, és a paraszimpatikus hatásnak is enged utat. Nagyon jó dolog. No, hát ez volt az első. A pszichoszomatikából ez volt a psziche. Menjünk át a szomatikus részre. A szomatikus részben pedig elsősorban a kurkumát említeném meg. Ez igen, egy nagyon fontos fűszernövény.
és gyógynövény is egyben. A kurkumának nagyon erős gyulladás csökkentő hatása van, ugye a kurkumin hatóanyagánál fogva. Ez az ízületekre bizonyítottan gyógyhatással bír. Meg hát újabban a daganat ellenes hatását is bizonyították. Igen. Hát a kurkuma az egy univerzális csodaszer, ha lehet így mondani, mert ugyanúgy a daganat terápiában is már egyre többen használják, akkor a vércukorszintet is csökkenti, de tényleg a bőr problémáktól kezdve mindenre lehet alkalmazni. Tehát a maga egyszerűségében jó, csak vigyázni kell, hogy nehogy túl sok legyen belőle, igen, mert akkor igen, mert akkor így van. Értem. Picikét most megállunk. Igazgató úr, igen. Majd a mérnöknővel folytatjuk a gyógynövényeknek a sorba szedését. A nézőket most már nagyon érdekli, hogy milyen marketing rendszerük van. Van-e valami kedvezmény? Ha ennyit veszek, annyit kapok. Kapok-e hozzá valamit, vagy nem? Jószón kívül, vagy barackot a fejemre, vagy hogy juthatunk egyáltalán hozzá, mi egyszerű tévénézők? Kicsi tégely, vagy nagy tégely, sokáig tart, vagy rövid ideig, értékarányos, vagy nem? Valamit már ezekről is halljunk. Igen, szedjük sorjába, akkor a legegyszerűbb beszerzési módja az a telefonon történő megrendelés, és akkor el is mondanám hangos szóval, hogy mi a telefon. Lassan, mert megy a futócsúkon. Lassan is érthetően. Futócsók, miket mondok? Futócsík. Igen, tehát 0642 793 619. Ez még egyszer lassan, nagybetűvel. Csak a számot figyeljék, igen. 0642 igen. 793 619 793 619 42-es körzet. Igen, illetve az internetes elérhetőségünk az pedig a www.herbadoctor.hu. Tehát www.herbadoctor.hu, de a doktor az C-vel irandó. Igen. No, mi történik, aki fölhívja, vagy a Herbadoktor honlapra fölmegy? Mit kap? Vagy mit kérjen? Igen. Tud a termékről tájékozódni, ha nem is ilyen részletességgel, mint ahogy most az Évával tetszenek róla beszélni. Tehát a termékről tudott tájékozódni, illetve ott meglátja, megtalálja az árát is. Tehát, hogy a tanár úr már többször említette, teljesen elérhető az ára. És most él még az az akciónk, ami azt jelenti, hogy kettő tégely aranymenta balzsam megrendelése esetén a házhoz szállítás az teljesen ingyenes, illetve kapnak hozzá a kedves megrendelők egy csodálatos gyógyfűves szappant, amiről már nagyon-nagyon sok jót hallottunk. Nagyon kiadós maga a termék, erről még hadd mondjak néhány szót. 200 ml-es a tégely, és sokáig elég, illetve hát magát a használati utasítás is el szoktuk mondani, hogy ezt nem vastagon, hanem végnyan, és alaposan bemasszírozva kell használni. Tehát bedörzsölve. Tehát úgy fölkenjük és ott hagyjuk, akkor az úgy nem jó. Tehát végnyan fölkenni és alaposan bemasszírozni, és akkor az arany, mint ahogy ezt az Évi elmondta, az el fogja vinni a megfelelő helyre a hatóanyagokat, és azok gyorsan hatni fognak. Egy nagyon érdekes dolgot mondott, és hogy mondjam, magas labda. Le is csapom. Azt mondta, hogy adnak hozzá ajándékszappant. Igen. A közönség találkozón mérnöknőt megkértem, hogy tessék már mutatni, mi az az ajándékszappan. Erre kitett elém 6-8 vagy 10 féle, nem is tudom hányféle kézműves szappant, és szó szerint azt mondta, hogy ezzel hajat is lehet mosni. Hölgyeim és uraim, nagyon figyeljünk, a különféle samponokban ugyanaz a habképző anyag van, szódium, lauril, szulfát, SLS és más ide tartozó vegyszerek, mint a különféle autómosó samponokba, vagy gépkocsi, motortérmosókba, vagy egyéb nagy terület mosókban. Nem én vagyok, aki megállapítottam, hogy ennek az emberi egészségre nincs jó hatása. Én a hír vivő vagyok, nem a hír forrás.
Ha föltetszenek benne az interneten és beírják, hogy szódium lauril szulfát egészségre gyakorolt hatása, furcsa dolgokat fognak olvasni. Na most ebben a csak gyógynövényeket és csak természetes anyagokat tartalmazó szappanban egy gram olyan kemikália sincs, ami az emberi egészségre kártékony lenne, tehát az aranymenta balzsammal szinergista hatású. Néhány célszappant mondjon el, ugye van benne méz, akkor... Igen, hát sorolhatnám itt tényleg reggeltől estig. De csak gyorsan néhányat, aztán folytatjuk a... Igen, legtöbbjükben is van seavaj, olívaolaj, akkor van körömvirág, akkor különböző illóolajok, ilang-ilang, némelyikben rozmaring, levendula, tényleg a legszélesebb skálában, és a legtöbb szappanunkban ugyanúgy benne van az aranykolloid. Tehát a szappanban is aranykolloid. Igen. Hölgyeim és uraim, ez a sevaj, ez tulajdonképpen nem az, hogy se túró, se saj, se vaj, hanem ez egy afrikai olajos növény magjából kinyert vaj. És a másik, amikor a mérnökről mondta, hogy van ylang-ylang tartalmú is, akkor pedig azt ajánlom, hogy ahol a házas társi ágy melege már nem parázsló, hanem egy kicsikét hamusodik, akkor tessenek szívesek egymást a ylang-ylang szappannal megmosni, aztán nézzék meg, hogy mi következik. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a párkapcsolat illóolajának jobbítását ylang-ylangnak hívják. No, fussunk neki a többi hatóanyagnak. Aloe vera. Igen, aloe vera, ugye az is egy nagyon jó bőrtápláló, nyugtató hatású. Sebgyógyító felületi zúzott sérüléseken. Így van. Körömvirág, kamilla, rozmaring. Ugye a rozmaring az ízületeknek a... Itt is álljunk meg egy pillanatra. Hölgyeim és uraim, aki ismeri a hazai természetgyógyászatnak a történetét, már pedig remélem egy páran már ismerik, a dr. Olá Andor név nagyon sokat mond, kitűnő patológus, orvos, természetgyógyász, Andor most már lassan 20 éve az égből figyeli a munkánkat. Rengeteg jó könyvet, szakmai könyvet írt, többek közt a reumatikus betegségek természetes gyógyításáról, és itt a rozmaringot, mint vezérnövényt említette meg. Hát én olyan boldog vagyok, hogy évekig dr. Olá Andor mellett szolgálhattam, és bizony életem nagy szakmai élménye volt dr. Szabó Lajos, lazarista missziós rendi atya, és dr. Olá Andor mellett a szárnyaimat bontogatni. Mi van még? Vadgesztenye. Hú, vadgesztenye. Hát most hullik. Igen. Hát a gyerekeknek már tele van a zsebük vadgesztenyével. Igen. Az enyém is. Valahogy az ember ösztönösen a vadgesztenye után nyúl. A benne levő biológiailag aktív anyagok, a bennünk levő 80-100-120 ezer kilométeres hajszálér hálózat jobbítására kitűnően alkalmas. Benne levő kapillárisok belső hámrétege, endotélnek nevezzük ezt, de egyáltalán nem csak az ér, hanem a körülötte levő kötőszövet is, amiben van, azt is jobbítja, tehát egy rugalmasabb közeget tud előállítani, ami azt jelenti, hogy jobb lesz a vérkeringés. Odafele artériás, visszafele vénás keringés is. Mi a következő? A boróka, árnika. Árnika, hát az is közismerten tudjuk, hogy a fájdalmas ízületi gyulladásokra. Csonta generáló. Nagyon jó. Műtétek után szokták használni. Úgy van, műtétek utáni hegeknél. Igen. Mi maradt ki? Kakukkfű. Ó, Thymus marsaliamus. Hatóanyaga, timol. Igen. Nagyon jól ismerjük a timolnak is. Általános tonizáló hatású, légzésjavító. Ha javul a légzés, akkor több oxigén jut a szervezetbe. Ha több oxigén jut, akkor vélelmezhető, hogyha az elsődleges
tüdőbe jutó oxigén jobb, akkor vélelmezhetően a sejtekhez is több jut, és ez azt jelenti, hogy több ATP, adenozin trifoszfát fog keletkezni, tehát összességében tokkal vonóval minden jobb lesz. Igen, ezt támogatja ugye, amit mondott tanár úr is, a menta, a kámfor és az eukaliptusz, és ezért nagyon jó például bedörzsölése, tehát a mákos bedörzsölésére, mert több levegő jut a tüdőbe, tehát több oxigén. 3 percünk van az adásból, ellenjavallat. Pici gyerekeknek ne. Így van, tehát 6 éves kor alatt nem javasoljuk a mentol tartalma miatt, valamint a terhesség első 3 hónapjában. Egyébként és bölcs mértékletességgel, akármennyire jól is esik. így van, de egyébként... Orrom alá szoktam picit tenni, és könnyíti a lélegzést. Igen, én is szoktam használni, tehát erre a célra nagyon jó működik. Köszönöm szépen, mérnöknő, még egy hangos meghívót a honlapra és a telefonra. Igen, azt átadom. Jó, igazgató úr, parancsoljon. Honlapunk címe www.herbadoctor.hu, telefonos elérhetőségünk pedig 0642 793 619-es. Ide várjuk a megrendeléseket, mert aki ezen a telefonon és ezen a honlapon rendel, az, parancsoljon. Az 2 rendelése, 2 aranybalzsam rendelése esetén kap egy ajándékgyógyhőes szappant, és nem kell fizetnie a kiszállításért. Köszönöm szépen, kedves Irénke, egy mondattal köszönjön el. Hát én a kedves nézőktől szeretnék elköszönni, de előtte még felhívom nagyon a figyelmet. Nagyon röviden, 1 perce van rá. Nagyon jó hatása van, úgyhogy ne féljenek használni az arany menta balzsamot, mert ez csodát tesz lábaikkal. Szóval köszönöm. Univerzális. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, úgy, ahogy szoktam most is, össze kell foglalnom az elhangzottakat. Mielőtt az ember a Földön megjelent, a növények, köztük a gyógynövények is már itt voltak. Mi ebben a környezetben szocializálódtunk. Furcsa szó, de csak ki kell mondanom, hogy adaptálódtunk, alkalmazkodtunk. A növények egyrészt a táplálék, másrészt valami módon gyógyít. És ebből a nagy-nagy lehetőségből rácéva fejlesztő mérnök 17 növényt és a 24 karátos aranyat kimerítette, és összehozta az arany menta balzsamot. Gratulálok hozzá, éljenek vele. Köszönöm. Minél többen, és azt is kérjük önöktől, hölgyeim és uraim, hogy a honlapon szíveskedjenek véleményt is mondani. Úgy, ahogy szoktam, most is felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Hírlapot rendszeresen tessenek forgatni. Nem csak a nyomtatottat, az elektronikusat is. Arra is felhívom a figyelmet, hogy az Echo TV honlapján a műsorok címszólata Vitalitásnál megtalálhatnak minket, de követhetnek a Facebookon is. A Vitalitás Facebookján pedig a közönség találkozóról készült fényképeket is meg lehet találni. Keressék önök saját magukat, örülni fognak, ha megtalálják. Hát nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy együtt voltunk. Hölgyeim és uraim, önöknek is az együttlétet, műszaki kollégáknak az adás lebonyolítását, és a legközelebbi viszontlátásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.